Délelőtt 10 órakor nyitott újra az Öreghegyi Posta a Késmárki utcában. Számos helyen tárgyaltak az önkormányzatok az elmúlt hónapokban a Magyar Postával, hogy milyen módon van lehetőség a kisposták újranyitására. Székesfehérvár esetében 5 kisposta zárt be, melyből a posta először 2-t, majd a megállapodás szerint végül 3-at nyitott újra január 2-től, ami nettó 91 millió forintba kerül az önkormányzatnak. Ez azt jelenti, hogy minden rezsiköltség, beleértve az épülethez kapcsolódó rezsiköltség, a bér 50%-at, a központi marketingnek és minden egyéb felmerült költségnek az egy postahivatalra vetített összegét jelenti. Ennek az 50%-át finanszírozzuk. Fontos, hogy nem támogatás formájában, hanem egyfajta szolgáltatás vásárlás formájában történhet ez meg. Ugye ez megfelel az európai és a magyar jogszabályi kereteknek is. Napi szinten mintegy 5000 ember használja a postai szolgáltatásokat Székesfehérváron. Az Öreghegyi Posta 12000 ember ellátásáért felelős, de a Köfém és a Ráczhegy lakói is a Késmárki utcai postát használják, ezért is lobbiztak sokat annak újranyitásáért. Én tudom, hogy sokan már az online szolgáltatásokat használják, azonban van, amit az online nem tud kiváltani, és vannak, akiknek még személyi tárgyi feltételei nincsenek meg ahhoz, hogy teljes mértékig átálljanak az elektronikus ügyintézésre, úgyhogy ebből a körülbelül 17 ezer emberből biztos, hogy lesznek olyanok, akik továbbra is ezt a szolgáltatást fogják igénybe venni, hiszen a felmérések szerint ez az egyik legnagyobb forgalmú posta. A sok nehézség ellenére is végre van minek örülni, és valóban köszönetet tartozunk mindenkinek, aki ebben részt vett, önkormányzat elsősorban Fehérvár részéről, ugye a polgármester úr, és a posta is, és az államtitkársága, és a kormánynak, akik lehetővé tették azt, hogy ma itt Fehérváron azért mindenki örüljön. Az Öreghegyi mellett a mai napon a Maroshegyi és a Fekete-hegy szárazréti fiókok is újra nyitottak. Azért erre a háromra esett a választás, mert ezektől a városrészektől van a legmesszebb elérhető postai szolgáltatás. Az önkormányzat a jövőben tárgyal majd a Magyar Postával arról is, hogy nyugat-európai mintákat alapul véve esetleg kisboltokban, gyógyszertárakban is elérhetőek legyenek bizonyos postai szolgáltatások.